Ez kizárólag felnőtteknek való előadás. Én nagyon sokáig játszottam a gondolatot, hogy a 12 éves fiamat, meg a 14 éves unokahúgomat esetleg elvinném, mert szerettem volna neki megmutatni. De lebeszéltem magam róla. Hát ez csak nevében jó gyerekek, meg képeskönyve, ilyen gyermekerőadás jellegű címe van. Hát valójában rémtörténetek sorozata. Ugye egy 19. század végi orvos írta a lányának, ilyen elég egyszerű kis bugyuta rémtörténetecskék. Gyakorlatilag minden gyermek szereplő így úgy elhalálozik benne. Elég megfullad, stb. Tehát egy kizárólag felnőtteknek való rémtörténet lánc. Nem tudom, hogyha mondjuk ezt én kaptam volna karácsonyra, akkor annak tudtam volna örülni. De minden esetre ez a történet ez felkapott lett Németföldön, aztán, jól emlékszem, Mark Twain közvetítésével jutott Amerikába, és akkor angolszász vidéken is nagyon népszerű lett, Shockhead Peter címmel. Egy ilyen hivatkozás, persze Kócos Peti a magyar fordítás címe. Összességében, pláne úgy, ahogy mi játsszuk, én hiszem, hogy ez azért több tud lenni. Tehát az hogy ilyen kis rémtörténetecskék, rémvarietté, vagy van féle az a címe, de tud másról, többről szólni, talán valami olyasmiről, hogy hogyan kéne jobban figyelnünk egymásra, hogyan kéne jobban vigyáznunk egymásra, a gyerekeinkre, nekünk felnőtteknek is egymásra, hogy mondjuk ne pusztuljunk bele az életünkbe, mármint idő előtt, ha nem muszáj, vagy ne akarjunk elhúzni innen a francba.